Sziasztok! Ez itt az ASK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmet be hétvégig kis, hat fős ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. A mai részben még mindig a többszálú programozással foglalkozunk, és annak a magas szintjével, a Java 5 óta elérhető elemeket nézzük meg egy picit alaposabban. Mint mindig, a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálhatod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz. De mielőtt ezt megtennék, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Az előző részben megnéztük a legegyszerűbb magas szintű programozá párhuzamos programozási eszközt, amit Executornak hívnak. Ez egy interfész, és megnéztük, hogy hogy is néz ki. Nagyon egyszerű interfész, egy execute metódusa van, ami kap egy futtatható feladatot. A runnable ugye az egy másik interfész, ami egy run metódus tartalmaz, ami semmilyen bemenetet nem kap, és semmilyen eredménnyel nem tér vissza. És megnéztük, hogy hogy tudunk egy saját execute létrehozni ezzel az interfészszel, mert ez légi, lényegében ezt teszi lehetővé, hogy Sajátot készítsünk. Készítettünk is egy olyat, amelyik mindig létrehoz egy új szállat minden feladathoz, amit ugye megkap, és ezt elindítja. Egy ilyen nagyon egyszerű megvalósítást írtunk. És írtunk egy feladatot is, egy My Task-ot, ami annyit csinált, hogy kiírta azt, hogy Hello Executor ezerszer. Ugye egy forciklusba raktuk ezt a kiíratást. És utána azt mondtuk, hogy executor.execute task hajtsa végre ezt a feladatot. Ennek hatására ez az executor létrehozott egy új szállat, elindította a start metódussal, és ez párhuzamosan futott a programunkhoz képest, ami ugye itt futott tovább a main szálon, és ami ezerszer kiírta azt, hogy báj. Ha ezt lefuttatjuk, akkor azt láttuk, minden futtatás egy kicsit mást fog kiírni, de azt látjuk, hogy a buy meg a hello executor is kiírásra kerül, de különböző féleképpen átlapolódnak ezek a kiírások, mert egyszerre fut ugye két különböző processzor magon ez a két feladat, és hol az egyik kap időt, hol a másik, és mivel párhuzamosan hagyják végre a feladatukat, ezért a kiírásban is látható, hogy így összefésülődik a két kiíratás. Ez volt a legegyszerűbb eszköz, amit tudunk használni, és ez leginkább arra alkalmas, hogyha valami egyszerű, saját, végrehajtó logikát szeretnénk megírni. De az a szerencse, hogy vannak ennél vannak előkészített executorok is, amiket készen használhatunk, és a java benne van alapból az ötös verzió óta. Ezek is a Java Util Concurrent Package-ben találhatók, és a mai részben megnézik az Executor Service-t, annak az egyik változatát, hogy ezt hogy tudjuk használni párhuzamosan futó feladatokra. Ehhez létrehozok egy másik main osztályt, tehát a package-en jobb, click new, class executor service demo lesz a neve, és bejelölöm ezt is, hogy egy main is hozzon létre. És akkor szokásosan induljunk egy ilyen üres osztályból. <kül> Na most eddig mindig runnable feladatokkal foglalkoztunk, és most is meg fogunk nézni egy ilyet. Először is runnable lesz egy feladatunk, igazából ez a my, my, Task, amit korábban létrehoztunk, ez teljesen jó lesz. Ugye, ami azt annyit csinál, hogy megvalósítja a runnable interfészt, és override ezt a publikus run metódust, és ezerszer kéri azt, hogy hello executor. És ez lesz a feladat, amit futtatni szeretnénk. És az Executor Service az egy másik interfész, ami a, ebbe a concurrent package-be, Java Util concurrent package-be megtalálható, és ez kiterjeszti az Executor interfészt, amit az előző részben néztünk meg. <kül> és vannak kész implementációi ennek, tehát ezt az Executor Service interfészt egy csomó osztály implementálja. Ezeket közvetlenül is létre tudjuk hozni, ha szükséges, de nagyon sok paraméter tudnak kapni, és egész bonyolult tud lenni. Szerencsére vannak ilyen előkészített változatai, és ezeket nagyon könnyen tudjuk használni, hogyha az Executors nevű segédosztályt használjuk. Úgyhogy beírom azt, hogy Executors, pont, és akkor itt láthatunk egy csomó lehetőséget. Megpróbálom picit nagyobbra állítani. Itt öm, ugye van vannak ilyen callable nevű metódusok, new cached thread pool, new fixed thread pool, new scheduled thread pool, single thread pool, work stealing pool, privileged callable, unconfigurable executor service. Nagyon sok fajta van, ami elő van készítve. <kül> Most, hogyha a legegyszerűbbet szeretnénk megnézni, van egy ilyen, hogy new single thread pool, new single thread executor, Ugye a single thread az azt jelenti, hogy egyetlen egy szállal fog dolgozni. Ez egy olyan végrehajtó, egy olyan executor, ami a feladatokat egy külön szálon hajtja végre. Tehát van a main szál, ahol indul ugye a programom, és az, ez, az executor, amit létrehoz, ez egy másik szállat használ a háttérben, és azzal az egy szállal futtatja a feladatokat, amiket adunk neki. És akkor ez visszatér egy ilyen executor service ezt el tudom menteni egy executor nevű változóba, és akkor ugyanúgy oda kell neki adni a feladatot, tehát mondhatom azt, hogy executor.execute, és átadom neki a taskot, hogy ezt futtassa le. Talán ez a legegyszerűbb szituáció, amit meg tudunk nézni ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy előkészített ilyen statikus faktori metódus, azt választottuk ki, ami egy szálon futtatja a háttérben a feladatokat, és odaadunk neki egy feladatot. És csak hogy lássuk, hogy itt is tovább fut a main szál, ide írok megint egy ilyen for ciklust, ami kiír ezerszer egy üzenetet a standard kimenetre. Int i egyenlő nulla, i kisebb mint 1000, i plusz plusz, és akkor sziszó, Control Space, és kiírjuk azt, hogy main. Mert a main metódusban vagyunk. Tehát eh, maga a feladat, az pedig ugye kéri azt, hogy Hello Executor ezerszer. Ez meg kírja ezerszer, hogy main. <coughs> Nézzük meg, hogy mi történik, ha ezt elindítom. Hm. Nagyon hasonló dolgot látunk, mint az előző részben is, hogy a main is kiírásra került, tehát a main szál is tovább futott, és közben a háttérben fut a hello executor is, tehát a külön feladat, és egy szálon futtatja azt, átlapolódnak, ugyanúgy. És egy másik érdekes dolog, ami lehet, hogy nem rögtön nyilvánvaló, de hogyha megnézitek itt, akkor még mindig itt van ez a stop gomb, a terminate gomb, illetve nincs ideírva a konzolra, hogy terminated, vagyis nem állt le a programunk, ez még mindig fut, nem csinál már semmit, nem ír ki semmit, ez már befejeződött, itt áll a konzolon a, ez a napló, de mégis fut tovább a programunk, nem állt le. Persze le tudom állítani ezzel a stop gombbal, és akkor most már leállt, és kírja egy terminated, de valamiért, ez tovább futott, annak ellenére, hogy a main thread elérte ugye a legutolsó utasítást itt, a 15-ös sorban a bezáró kapcsolat zárójelet, illetve az a másik külön szál is befejezte a munkáját, <kül> még se állt le a programom. Ez azért van, mert az executor service tipikusan ez egy ilyen háttérszolgáltatás, a háttérben fut, és ez várja a beérkező feladatokat, amik lehet, hogy nem folyamatosan érkeznek, hanem ilyen szorványosan, lehet, hogy majd két óra múlva érkezik neki egy feladat, és akkor azt végre fogja hajtani, és ő vár ezeknek a feladatoknak a beérkezésére, holott itt már tudjuk, hogy nem fog érkezni, mert ugye a main metódusban egyszer adtunk neki egy feladatot, itt a 11-es sorban, és többé soha nem adunk neki feladatot, úgyhogy más dolga nem lesz, de ezt persze nem tudja. Úgyhogy ő továbbra is vár a háttérben, és várja, hogy jöjjön egy feladat, és ha jön, akkor ő hatékonyan azt végrehajtja azon a szálon, vagy azokon a szálokon, amik, amik a rendelkezésére állnak. És ez... Ez sokszor jó, amikor egy olyan programot írunk, olyan Java programot, ami, aminek tényleg szorványosan érkeznek ilyen feladatok, amiket meg kell csinálnia, mert akkor beérkezik, és rögtön ő készen áll egy thread objektummal, ugye ez egy ilyen thread pool használ a háttérben, egy gyorsító tárazza igazából a thread objektumokat, és akkor azok már létre vannak hozva, és akkor gyorsan hozzárendeli a feladatot, és azt végrehajtja. De nem mindig ezt szeretnénk, tehát van, hogy tudjuk, hogy már nem fogunk új feladatokat adni, ennek az executor service-nek. Ezt viszont jeleznünk kell explicite a programunkban, hogy most már nem fog több feladat érkezni, álljon lenyugodtan. És ennek két módja van, két metódus. Az egyiket úgy hívják, hogy shutdown. A másikat meg úgy, hogy shutdown now. A shutdown az azt okozza, hogy jelzi az executor service nek hogy több feladat nem fog érkezni, nem is fog túl elfogadni újabb feladatokat, ha akarnánk neki adni az execute metódussal, és megvárja azt, hogy befejeződjenek a feladatok. Uh -huh. Igen, itt írja is angolul, hogy Initiates an orderly shutdown, tehát egy rendes leállítást időzít, a korábban elküldött feladatokat végrehajtja, de újakat már nem fogad el. Tehát ez még a háttérbe megvárja azt, hogy megcsinálja tovább a feladatokat, amiket kapott, itt most egyet kapott, azt az egyet befejezi, és utána fog leállni. Tehát ez a si ez sima shutdown, és alapvetően érdemes ezzel kezdeni, a kettőnek a kombinációját szoktuk egyébként használni, mert a másik, az now. az azt csinálja, hogy rögtön leállítja ezt a executor service-t, visszaad egy listát ami azok arról a feladatokról, amiket még nem kezdődött el, amiknek nem kezdődött el a végrehajtása, majd ha adunk sok feladatot neki, akkor ezek egy ilyen várakozási sorba kerülnek, hogyha csak egy szálon hajtjuk végre a feladatokat a háttérben, akkor, és öt feladatot adunk neki, akkor először megcsálja az elsőt, utána a másodikat, harmadikat, és addig, a, amik nem futnak, azok egy listában várakoznak. Persze, hogyha öt szálon hajtjuk végre ezeket, és tíz feladatot adunk, akkor öt elindul párhuzamosan, de öt még mindig várakozik. És ahogy felszabadulnak szálak, úgy ebből a listából kiveszi a következő elemet, és azt is végrehajtja. Ez a shutdown now, ez visszatér azzal, amiknek még a végrehajtását el és leállítja rögtön a, a, ennek az egésznek a futását. Szóval ezt is érdemes használni, de hogyha simán a shutdown-ot használjuk, és most ezt így lefuttatjuk, akkor már ez a programunk helyesen fog működni. Tipikusan ezt a kettőt kombinálni szoktuk, mert van egy olyan metódus is, hogy executor.wait termination, tehát hogy várja meg a megsemmisülést, várja meg a leállást vagyis azoknak a feladatoknak a befejezését, amiket korábban adtunk neki, és itt meg lehet adni, hogy mondjuk várjon 5000 millisekundumot, time unit, pont, igazából meg tudom adni azt is, hogy 5 másodpercet, tehát várjon 5 másodpercet, <kül> ez persze um, tud egy interrupted exception dobni, és akkor mondhatjuk azt, hogy de utána mindenképp um, sőt, wait termination, ez egy boolean tér vissza returns true if the, this executor terminated and false if the timeout elapsed before termination tehát, de igazából nem is kell azt feldolgoznunk mondhatjuk szerintem azt, hogy executor.shutdown now így tehát hogyha azt mondjuk, hogy álljon le az executor service, még várunk egy kicsit, amíg befejezi azokat a feladatokat, amiken éppen dolgozik 5 másodpercet várunk de 5 másodperc, ha letelt, akkor meghívjuk mindenképp a shutdown now metódust, és akkor leállítja akkor is, ha még nem állt le és így, hogyha ezt használjuk akkor biztosak lehetünk benne, hogy mindig le fog állni 5 másodperccel később, miután kiadtuk az utasítást. Most persze kevesebb, mint 5 másodperc alatt is, mert maga ez az ezer üzenetnek a kiírása, ez elég gyorsan megtörténik. Ez, ez igazából itt talán valahol írja. Itt van egy Mettől Medifut, hát csak perceket ír, úgyhogy igen, egy másodperc alatt megtörténik az egész, de valószínűleg ilyen 100 millisekundum, vagy még akár az alatt is. De nagyon gyorsan. Oké, okay. tehát nagyjából a leállít, mi az, amit csináltunk? Tehát van egy feladatunk mindig, egy vagy több fajta feladatunk, amikor Runnable interfész megvalósítják. Van egy darab ilyen executor service tipikusan. Most ez egy single thread executor, mert most egy szálon futtatom, de mindjárt meg fogjuk nézni azt is, hogy mi van, ha több szálunk van. Utána adunk neki feladatokat, hogy most egyszer adtunk neki feladatot, amiket ugye el fog végezni. Amikre nincsen szabad szála, azokat várakoztatja egy sorban de amint szabaddá válik egy végrehajtó szál, úgy azokat elkezdi futtatni. De attól, hogy odaadta ezt a feladatot, a main szál tovább fut, és az ott a háttérbe hajtja végre ezeket a feladatokat, de a main szál is tovább fut, és az is hajtja végre a 13, 14, 15-ös sorban lévő feladatokat. És a végén van egyfajta ilyen executornak a leállítása, sokszor elég igazából a 16-os sor, de ha teljesen biztosra akarunk menni, akkor kiadjuk a rendes leállítást először, hogy fejezze be, persze új feladatokat ne fogadjon már el, várja meg, amíg befejeződnek a most futó feladatok, adunk neki valamennyi időt, akár 5 másodpercet, 10 másodpercet, akár 1 percet, tetszőlegesen be tudjuk ezt állítani, valamennyi időt adunk, hogy ezek fejeződjenek be, és uh, utána viszont meghívjuk a shutdown now ami mindenképp leállítja az executor service-t, és így le tud állni a virtuális gépnek a futása amikor a main metódus is végigfut. Tehát így tudjuk használni. Lényegében létrehozzuk az executor service a végén leállítjuk, és a kettő között pedig adunk neki feladatokat. Na de egy picit okosítsuk fel ezt a feladatunkat, ezt a my Task ot Annyival, hogy kapjon ez majd egy paramétert, egy stringet, egy prefixet. Alt-Shift-S, Generate Constructor Using Fields, tehát, amikor létrehozunk egy ilyen my taskot, akkor kap egy prefixet. És ezt a prefixet ide a szöveg elé. Jó, de amúgy ugyan ez fogja csinálni, hogy ezerszer kiír egy szöveget. És akkor több fajta feladatot is létrehozok. Létrehozok egy olyat, egy Task A, ami A betűket fog odaírni. Megcsinálok egy B-t meg egy C-t is amik annyiban különböznek, hogy B-t írnak, meg C-t írnak prefixként a szöveg elé. Létrehozom az executort, ugyanúgy egy szálon fog futni, tehát ez egy single thread executor, <kül> és utána odaadom neki a task A-t, a a b t meg a C-t, tehát ez a három feladat, amit futtasson le, odaadom neki. Itt a main, mainbe kiírom persze továbbra is azt, hogy main ezerszer, és utána itt meghagyom ezt a leállítást is úgy, mint eddig. Mi fog történni, mit gondoltok ennek hatására? Tehát lényegében két szálunk van, ugye van a main thread, az mindig van, amin, amin indul ugye a Java program. Az ugye elkezd futni, végrehajtja a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as sorban lévő utasításokat, stb. Ugye végig fut itt. És van egy másik szál, ami itt jön létre, amikor létrehozom ezt az Executor Service-t, ezt a Single Thread executor az még egy szállat lefoglal a háttérben, és azon futtatja majd a feladatokat, de három feladatot is kap. Először az A feladatot, utána a b utána a C-t. Tehát ezeket kell, az a feladata, hogy ezeket mind lefutassa. <kül> és meg is fogja ezt tenni megkapja a három feladatot, ugye a main az kiiragatja ezt a main és utána leállítjuk az executort, vagy hát a shutdown igazából már nem fog új feladatokat fogadni, tehát nem rögtön állítja le, hanem ez csak jelzi, hogy ha most már végrehajtottad a feladatokat, amik még most futnak, akkor állj le. Ugye három feladatot adtunk neki, tehát ezt a háromat meg fogja várni, amíg befejeződik, és csak utána áll le. Tehát azt fogjuk látni a standard kimeneten, hogy ugye kiírásra kerül ezerszer az, hogy main, ezerszer az, hogy a hello executor, b hello executor, c hello executor, és ezek, mivel ilyen sorrendbe adtuk oda a feladatokat, ugye arra számítunk, hogy először az a, utána a b, és utána a c kerül kiírásra, de ezek átlapolódhatnak tetszőlegesen a mainnek a kiíratásával. Próbáljunk ki egy tesztfuttatást. Okay, valahol hiba van a kódban. Ja igen, az előző órai kód is befolyásolta, tehát azt is befolyásolta ez a változtatásom, azt gyorsan most kiavítottam. <kül> Nézzük meg akkor most. Le is futott, nagyon gyorsan. Ugye elkezdte kiírogatni azt, hogy main, és közben a háttérben már ugye elindította, és az Executor Service futatja az A taskot, ami azt írja ki, hogy A Hello Executor, és ez átlapolódik a main -nál. Aztán egy kicsit gyorsabban belelapozok. Itt még mindig a main és az A lapolódik át. Igen, utána a main az befejeződött, úgy tűnik, utána már csak a vannak, és itt egyszer csak átvált utána B-re. Itt a váltás. Az A feladat ezerszer kiírta azt, hogy Hello Executor, és utána jött a B feladat, ami elkezdét, ez az első kiírás, ez a második, stb., és ezerszer kiírja azt, hogy B Hello Executor, és aztán itt lesz egy váltás megint. Ugye 999 ezerszer kiírta azt, hogy B, és utána a C elkezdi, és ez az első kiíratás, második, harmadik, és akkor, hogyha a legvégéig lemegyünk, akkor az itt az ezredik kiíratás. És ezek ilyen sorrendben is történtek, és mivel egy szálon fut, ezért az A feladatot futtatta le először, addig a B meg a C várakozott. Amikor az A befejeződött, akkor felszabadult az az egy szál, amin futtatja a feladatokat az Executor Service, és lefuttatta a B feladatokat, B feladatot. Kiírta ezerszer azt, hogy B Hello Executor. És addig a C várakozott. Amikor a B befejeződött, akkor jött a C, és akkor azt is végrehajtotta. Tehát a Single Thread Executor, azt akkor tudjuk jól használni, hogyha néha vannak ilyen párhuzamosan futó feladataink, és nem baj, hogyha többet kell esetleg várakoznia egy kicsit a feladatoknak, de szeretnénk a többi processzor magot fenntartani egyéb dolgokra. Mert ez előfordulhat, hogy gazdálkodni akarunk kicsit a processzor idővel, és ezért csak egy szállat szánunk a párhuzamos végrehajtásra. Mi történik, hogyha csak annyit változtatok itt, hogy nem single thread executort használok, hanem egy fixed thread pool-t használok, és azt mondom, hogy mondjuk négy szálon fut, hason maximum. Tehát, hogy a fixed thread pool az egy olyan olyan gyorsít, úgy gyorsított árazza a szálakat, a szredeket, hogy pontosan négy darabot tart fent folyamatosan. Nincsen több, nincsen kevesebb, mindig pont négy. Tehát amikor létrehozom, akkor négy szálat létrehoz, és ez a négy szál fogja várni a beérkező feladatokat, amiket ő végrehajt. Ugye beérkezik neki a 14-es sorban az A feladat, 15-ös sorban a B feladat, 16-os sorban a C feladat. Három feladatot kap, és négy szála van, tehát három szállat kiválaszt, és azokkal elkezdi majd futtatni párhuzamosan ezt a három feladatot. A negyedik szálasz persze nem kap semmilyen munkát, az csak úgy ott marad a gyorsítótárban, vár esetleg egy plusz feladatot, ami majd beérkezik. Ha most lefuttatom ezt a programot, akkor azt láthatjuk, hogy megpróbálok a legelejére ugrani. Tehát az a Hello Executor meg a B, meg a C, meg a mény is, ugye mindegyik egyszerre fut, mert ugye fut a mény szál, és három szálon futtatja ezt a három feladatot is, amit kapott. Tehát most teljesen párhuzamosan futnak ezek a feladatok, és így fog leggyorsabban befejeződni a programunk, mert ugye minden, amennyire csak lehet párhuzamosítottunk, menet közben is azt látjuk, hogy az ABC és a mény is kiírásra kerül, és mindegyiket kiírja ezerszer, és utána leáll a programunk. Tehát így tudtuk párhuzamosítani még jobban a feladatokat. Mi van akkor, hogyha csak kettőt adok meg? Két szállón engedem meg, hogy futtasson feladatokat, de három feladatot adok neki itt. Ugye akkor azt fogjuk látni, hogy a main az persze fut, a main szálon, elindul az A, meg elindul a B is, az az első két feladat, amit kapott, úgyhogy azokat elkezdi futtatni. A C az viszont várakozásra kényszerül, mert most mind a két szál, ami van, amit megengedtünk neki, azok elfoglaltak, mert az egyik az maximálisan pörök, hogy írja ki azt, hogy A hello executor, a másik meg azzal, hogy B hello executor, és amíg ezek meg nem csinálják a feladatukat, ezt az ezer kiírást, addig a C az várakozik, nincsen szabad szál. És aztán itt egyszer csak, akkor befejeződik az A vagy a B közül az egyik, igen, itt, akkor elindul a C is. És akkor ez is elkezdi végrehajtani a, azt a feladatot, hogy ezerszer írja ki azt, hogy C Hello Executor. És ezért itt a végén már csak azt látjuk, hogy a, a B meg a C lapolódik át, mert az A fejeződött be, és utána a végén már csak a C marad, és kírja az is ezerszer, lesz, egy C Hello Executor, és utána leáll. Jó, tehát így tudjuk szabályozni, és ez egy nagyon kényelmes dolog, egy csak egy számot kell megadnunk, és a háttérben egész komplex dolgok valósulnak meg, ami szerencsére meg van előre írva így a jáva a JDK-ban, és csak használnunk kell ezeket. Tehát, hogyha tudjuk, hogy hány szálon akarunk futtatni feladatokat a háttérben, akkor azt itt egy egész számként meg tudjuk adni, és akkor tényleg annyi szállat fog használni, és ennyire lesz párhuzamos a programunk. És a feladatok, ezek persze most nem kommunikálnak egymással ezek a feladatok, de azt is meg fogjuk nézni, hogy mi van akkor, hogyha ezeknek valahogy össze kell kombinálni az eredményét, hogy valami értelmes eredményt kapjunk végül. Ezt is meg fogjuk nézni, de most ezek egymástól függetlenül futó feladatok, ezeket könnyen oda tudjuk adni egy ilyen executor service ami ügyesen időzíti ezeket, várakoztatja őket és végrehajtja őket, amint csak lehet. Igyekszik mindig kihasználni maximálisan a rendelkezésre álló szálakat, és a leggyorsabb program teljesítményt elérni. Tehát összefoglalásul a mai részben megnéztük, hogy hogy tudunk runnable taskokat létrehozni. A runnable az olyan feladat, aminek nincsen ugye, eredménye, úgymond, tehát void visszatérési értéke van. Megnéztük a Executor Service-t, hogy tudunk létrehozni. Megnéztük a Single Thread executor ami a háttérben egy szállat használ feladatok futtatására, és megnéztük a Fixed Thread Pool-t, aminek meg lehet adni, hogy hány szállat használjon a háttérben a feladatok futtatására. Megnéztük azt, hogy hogy lehet az Execute metódussal feladatot odaadni az Executornak. Ez a legegyszerűbb módja, és az Execute metódusnak annak nincsen visszatérési értéke, az Void. Ideális a Runnable feladatoknak a futtatására és megnéztük azt, hogy hogy lehet az Executor Service leállítani, ugyanis ez továbbra is várna, és várna feladatok érkezésére, hogyha nem állítjuk le. Megbeszéltük, mi a különbség a shutdown és a shutdown now között, és hogy az övé terminationnál meg lehet várni a még futó feladatokat, és utána leállítani mindenképp. És a következő részben meg fogjuk nézni, hogy még mit tudunk ezzel az executor service-ekkel mahinálni. Nem csak runnable feladatokat lehet neki adni, hanem lesz egy másik interfész is, amit tudunk használni. Megnézzük majd ennek a használatát is, és nem csak az execute metódussal lehet feladatot adni, hanem van másik, több másik metódus is, amit tudunk majd használni. Ajánlanám nektek továbbra is házi feladatként, hogy kísérletezzetek ezzel ilyen szinten, hozzatok létre runnable feladatokat, akármilyen korábbi feladat, amit mi megírtunk, azokat megírhatjátok a runnable-be, odaadhatjátok egy, hozzátok létre egy ilyen executor service-t, valamelyik executors segédosztálynak a faktori metódusával, adjátok oda az execute metódussal ezt a feladatot az executor service-nek, várjátok meg, amíg befejeződik a futása, és utána állítsátok le. Továbbra is azt javaslom, hogy gyakoroljátok, mert ez akkor lesz maradandó ez a tudás, hogyha kipróbáljátok, és egy pár órát eltöltötök egy kis kísérletezéssel. És akkor jövő héten innen folytatjuk. És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig most is várom kérdéseidet és észrevételeidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti részen, ahol az Executor interfészről beszéltünk. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.